Ugye ismerős a dallam. Ez a Klapka induló részlete volt, amelyet szerzője az 1848-49-es szabadságharc vége felé írt. 49. augusztus 4-én szólalt meg először a dicsőséges komáromi kitörés díszszemléjén, és aztán valamivel később a vár átadásakor is, talán egyfajta vigaszként a várvédők számára. A szerző pedig a mai beszélgetés egyik főszereplője. Galambos Benyáminnak hívják, de nem hiszem, hogy ezen a néven pontosan be tudnánk azonosítani, hogy kiről is beszélünk. Nos, akiről szó van, ő Egressy Béni, akit leginkább a szózat megzenésítőjeként ismerünk. Érdekes belegondolni, hogy ma azt a megzenésített verset tekintjük a magyarság első nemzeti énekének, amelyet voltak éppen a kortársak közül alig valaki ismert. Miközben a szózat versét, Vörös Marti Mihály alkotását kínos volt nem ismerni abban a korban. Mindenkinek, ha egy sort, ha egy versszakot beidézni, tudni kellett a szózatból. És azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet ennek az oka. És arra jutottam, hogy az egyik magyarázat talán az, hogy Kölcsey Ferencet ugye egy visszahúzódó, kicsit mogorva emberként őrizte meg az emlékezet, miközben Vörös Marti ugye a művészvilág, a pesti művészvilág igencsak aktív alakja volt. Ezért lehetett ismertebb a verse, vagy van ennek más magyarázata is? Ezért is valóban a két megidézett szerző különböző személyiséggel bírt, és a versek útja is egészen más volt. Kölcsey 10 évvel volt idősebb Vörös Marti Mihálynál, és egy kálvinista középnemesi családból származott. Nagyon érdekes, hogy 1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai közé választja, ugyanakkor, amikor Vörös Marti Mihályt. Vörös Marti pedig a magyar irodalom egyik legnagyobb mítosz teremtője. Ő az első, aki önálló szimbólum rendszerrel bírt, és az 1825-ös Zalán futása című műve után országosan elismert lett, és egy nagyon népszerű költő. Ahogy említetted, a himnusz útja nagyon érdekes, mert megírása után, ugye 1823, nagyon sok időnek kell eltelnie, hogy közkedvelt, népszerű és ismert vers legyen a himnusz. A szózat útja egészen más, ahogy említetted. A megírása után alig pár év telik el, ezt majd meg fogjuk idézni, hogy 7 év telik el, és már valóban szégyen az, ha valaki nem ismeri, közszájon forog, és egy egészen más lelkület által nagyon sokan mondják, szeretik és idézik is ezt a verset. Az bizonyos, hogy Vörös Marti Mihály jól ismerte az 1823-ban írt himnuszt, erre ugye a motivumok és a versnek a felépítése is utal. A szerző pozíciója viszont teljesen eltér a himnusz vers szerzőjétől. Tehát itt nem Istenhez könyörög, hanem a szózat című vers ugye a népet, az embereket szólítja meg. Ez egy buzdító vers. Tehát ez nem egy imádság, hanem egyfajta politikai felhívás, és egyébként erre utal ez az egyes szám második személyű megszólítás is. Vörös Marti Mihály egy olyan időszakban írja ezt, amikor elkeseredett, amikor az őt körülvevő helyzet, a politikai helyzet is elkeseredettségre ad okot. Minden versnek van talán egy kiemelt szava, mondata, gondolata, ami csak ehhez kapcsolódik. És ugye a szózatnak is megvan ez a szava, ez a rendületlenül szó, ami tényleg összefort a tudásunkba, és egyszerűen mindenki tudja, hogy honnan származik, tisztelettel ejtjük ki ezt a szót, és tényleg elidegeníthetetlen része ennek a versnek, amit Vörös Marti Mihály megírt. És valahogy, hogyha ezt a sort nézzük, hogyha azon gondolkozunk, hogy kik azok, akik vezetik a mi utunkat, vagy mik azok a versek, amik által mi azok lehetünk, akár a 21. században, vagy 2021-ben, bárhol Magyarországon és határainkon túl, akik vagyunk, mik határozzák meg a mi életünket, akkor a himnusz és Petőfi Sándor nemzeti dala mellett Vörös Marti szózata az a vers, ami hozzátartozik az életünkhöz. És ha már itt végig ebbe a beszélgetésbe azért egymás mellé állítottam a himnuszt és a szózatot, akkor nagyon fontos még elmondani azt, hogy a szózatnak, Vörös Marti alkotásának, ugye alapvetően már a beszéd helyzete más, tehát egyszerűen a szónok, a költő kinyilatkoztat, és egy beszédet, egy szónoklatot intéz a néphez, és talán mondhatom azt, hogy sokkal lelkesítőbb, vagy hazaszeretetre és hűségre ösztönzőbb vers, és van egy nagyon nagy különbség a két vers, a himnusz és a szózat között. Számol a himnusz aggodalmaival, és lehetőségnek tartja ugye a nemzet halált, vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, de, és itt van a különbség, egy lehetséges jobbkor eljövetelét is felvázolja ez a vers, és azt mondom, hogy ez nagyon fontos, ugye azt mondja, hogy még jönni fog egy jobbkor, és ebben nagyon nagy az eltérés a két versnél. Talán mondhatjuk, hogy akkor
számunkra a két vers ki is egészítheti egymást, de ez a legfőbb különbség, talán az üzenetben, a megszólításban és a tartalomban is, ám mind a kettőt tudjuk, hogy a magyar nyelvnek és a magyar kultúrának és a magyar irodalomnak a legfontosabb versei közé tartozik. Számomra nagyon érdekes az is, hogy bár a himnusz pályázata egy évvel későbbi, 1844-ben volt, mint a szózatra kiírt pályázat, de Vörös Marti ott is benne volt a történetben, hiszen ő volt az egyik olyan költő, aki feltétlenül Kölcsey himnuszát javasolt a megzenésítésre. És akkor ehhez kapcsolódik Egressy Béni, mindjárt ugye ő az egyik főszereplőnk, mindjárt részletezzük majd őt is, hogy miért volt ez számára is olyan fontos, hogy feltétlen részt vegyen ebben a pályázatban. Noha én szerintem ő inkább librettistának vagy szövegírónak nevezhető, mert inkább az irodalmi vonal lehetett az ő művészetében erős, de mégiscsak zeneszerzőként vett részt ebben a pályázatban. És ebben is talán kifejeződött az a forradalmi, kicsit vadregényes hangulat, ami azt az egész korszakot jellemezte. Ugye Egressy számára nem a Kölcsey vers és nem a Vörös Marti vers volt az első, amellyel foglalkozott éppen azért, hogy az emberekhez szóljon zenében. Így van, és nagyon is fontos volt számára a kor irodalma és a költői. Szeretnék egy pár szót említeni Petőfi Sándorról, akinek számos versét megzenésítette, és ugye tudjuk, hogy Petőfi Sándor kora egyik legnagyobb tehetsége volt, ugye 26 évesen még alig ismerik, korábban vándorszínész volt, ahogy Arany János is, volt több fontos szerepe is, majd 26 éves korától alig másfél év telik el, és az egyik leginkább elismert, nagyon nagy tehetségű költő lesz hazánkban. Na most az ő versei közül is többet megzenésít Egressy, ki is írtam őket, a virágnak megtétani nem lehet az alkú, ez a világ, amilyen nagy, vagy a fürdik a holdvilág, ezeknek némelyike még népdalként terjedt el. Pedig nagyon érdekes, hogy Egressy Béni esetében az eredetileg szó nem volt semmiféle művészetről, református lelkésznek szánták a fiúkat, a szülők, de aztán a színipályán találta meg ő is az érvényesülés lehetőségét a bátyjához hasonlóan, Gábor bátyjához hasonlóan, aki már akkor színitársulatok tagja volt. Viszont ami lenyűgöző Egressyben, és azt gondolom, hogy ha ma élne, és én ma ismerhetném, akkor biztos, hogy teljesen oda lennék érte, mert egy olyan egyéniség volt, aki tudta magáról, hogy ha a művészetekhez közel akar jutni, legyen az zene vagy irodalom, bármelyik, ami érdekelte őt, azt nem lehet autodidakta módon, azt meg kell tanulni. És megpróbálta minél jobban képezni magát minden lehetséges területen, nyelveket tanult, később fordító is lett belőle, egyébként nagyon jelentős az életében a fordításai, és arra is hajlandó volt, pontosan tudta, ugye azért a művészetek ismerték egymást, és jöttek-mentek a hírek már abban az időszakban is, és pontosan tudta, hogy ha valaki énekelni szeretne tanulni, már pedig ő tenorista szeretett volna lenni, akkor Itáliába kell menni, hiszen az opera világa az ott a legnagyobb. Úgyhogy fogta magát, mert más lehetősége nem volt, gyalogszerrel kiment Milánóba, hát ezt képzeljük el, hogy milyen út lehetett, ez még ma is hihetetlen talán, de ő ezt megtette, és kiment, és tanult, sosem lett belőle igazán énekes, kórusénekes lett belőle, és egy Erkel opera előadásában azért részt vehetett énekesként, de azért nem lett belőle valódi énekes, viszont rengeteg mindent tanult. Amikor megalapították a Pesti Magyar Színházat 1837-ben, akkor lelkesen csatlakozott az első lehetséges pillanatban, és nagyon gyorsan kiderült róla, hogy sok mindent megtanult, de igazából semmit nem tanult meg, hogy is mondjam, teljesen professzionálisan. Így aztán nem egy vonalon lett szakember belőle, hanem sok kis vonalon, sok helyen írják úgy, hogy ezermesterré vált. Kiváló színpadi szerző, operafordító, szövegíró lett belőle, zsoltár átdolgozó, fordító, és azt se felejtsük el, hogy ha ma élne, akkor kiváló slágereket írna, ez lenyűgözte a kortársakat is, hogy bármiről, bármelyik pillanatban csodálatos dallamok jutottak eszébe. Szóval egy hihetetlen tehetséges ember lehetett, akit felfedezett a korszak legnagyobb zeneszerzője, akit pedig ugye úgy hívtak, hogy Erkel Ferenc, és ő akkor a Nemzeti Színház karmestere volt, elismert muzsikusa már az országnak, és talán nem véletlen, hogy egy nagyon profin képzett mester Erkel Ferenc, és egy félig meddig képzett ifjú művész, vagy tanonc Egressy Béni,
nagyon komoly formában találkoztak, hiszen három, Erkel talán három legnagyobb operája köthető a nevükhöz. Ugye Báthori Mária volt az első, pontosan a himnusz pályázat évében, egy hónappal korábban mutatták be a Hunyadi Lászlót, és aztán valamivel később ugye ott van a nagy nemzeti opera a Bánkban, ami szintén kettejük munkája. Erkel is elismerte benne azt a tehetséget, ami nem volt olyan iskolázott, mint ő, és mégiscsak nagyon-nagyon hasznos volt, és nagyon fontos volt. 19 opera és 60 népszínmű szövegét ültette át magyarra, ha a fordítóról beszélünk, úgyhogy én azt hiszem, hogy bár elsősorban én szövegíróként és librettistaként hivatkoznék Egressyre, de egy, hogy is mondjuk ma, összművészeti ember volt, vagy összművészeti tehetség lehetett valamikor Egressy Béni. És nagyon érdekes, hogy a kettejük közös történetében az 1843-as év mennyire fontos. Ugye ez az az év, amikor Bartai András, a Nemzeti Színház igazgatója meghirdeti azt a pályázatot, amiről nem sokára bővebben beszélünk, és ugye 1843. május 10-én bemutatják Egressy díjnyertes pályaművét, és én úgy tudom, hogy Erkel egyébként ezen a pályázaton nem indul, ha már ő is megzenésíti a szózatot. És egy picit még a szózatról, mert az évszámokat még nem mondtam ám, de nagyon izgalmas tudni, hogy a 43-at mondtam most, hogy akkor van a pályázat. 1835-ben már két verszakot Vörösmarty Mihály megír a Szózat című verséből, tehát bárhogy számoljuk, ez ugye 8 év, tehát még csak 8 évvel vagyunk az első két verszak megírása után, 36-ban fejezi be a verset, 36-ban tisztázza le a verset, és ugye 37-ben jelenik meg Vörösmarty szózata Bajza Józsefnek az irodalmi almanachjában, az Aurórában. Ugye azt mondtad, hogy 1837-re lett kész a szózat, és csak két évvel később vagyunk, 1839-ben, amikor Egressy Béninek már feltűnik, hogy ez bizony dallamért kiállt, és megzenésítette már akkor teljesen önszorgalomból, még mindenféle pályázattól függetlenül. Sajnos nem maradt meg ez a kotta, úgyhogy nem tudjuk, hogy amikor néhány évvel később tényleg kiírták a pályázatot, akkor visszaemlékezett-e erre a dallamra. Én azért feltételezem, hogy igen, bár ha már azt mondjuk róla, hogy tényleg egy igazi dallamgyáros volt, akkor lehet, hogy teljesen más jutott eszébe, amikor pár évvel később újra gondolkodott ezen a történeten. Minden esetre ugye Bartai András, akit szintén említettünk, a színház igazgatója, sok helyen lehet egyébként Endrének is olvasni, mert ugye korabeli felfogás szerint az András és az Endre név majd, hogy nem ugyanaz volt. Szóval a Kossuth Lajos szerkesztette Pesti Hírlap 1843. január 29-i számában tette közzé a felhívást. Nemzeti Színházi Jutalmak, ez volt a felhívás címe, és így szólt például. Jelen évben 20 arany pályadít ajánlok a legjobb népmelódiáért Vörösmarty Mihály koszorús költőnk hallhatatlan szózatára, ének és zenekarra téve. És azért mondtam ilyen furcsán a hallhatatlant, mert tényleg két ellel írták, tehát hallhatatlan, de majd hallható lesz, hogyha zenét is kap a vers. Nagyon érdekes ez a pályázat, és hogyha egy kicsit belenézünk a történetébe, akkor talán nem is véletlen, hogy a következő évben a himnusz pályázat jóval sikeresebb lett, ugyanis virágvasárnap volt a határidő, ez alatt 22 pályázat érkezett be. Volt egy 21 tagú bíráló bizottság, akik 19 pályázatot rögtön ki is szórtak a lehetőségek közül, mert azt mondták, hogy egyszerűen értékelhetetlenek. Úgyhogy maradt végül is három. Három. És ezzel a hárommal sem voltak tökéletesen elégedettek. A három közül az egyiket hát azért választották be, hogy mégse kettő, hanem legalább három legyen. Aztán ott volt Fáy András fia, Fáy Gusztáv, aki a másik pályázatot írta, vele egy kicsit ilyen összeférhetetlenségi problémájuk volt ugye a színházvilága miatt, hogy kerül ő oda, mint pályázó. És aztán ott volt az Egressy féle pályamű, ez volt a harmadik. Erkel Ferenc és Vörösmarty Mihály is benne volt a bíráló bizottságban, és még egy nagy zeneszerző, Liszt Ferenc nagy barátja, Mosonyi Mihály, akik azért nagyon kritikusan nézték ezeket a pályázatokat, és valójában egyáltalán nem voltak elégedettek, senki egyikkel sem. Sőt, Vörösmarty aztán elárulta, hogy neki Erkel Ferenc változata sokkal jobban tetszene, mert hogy Erkel is megzenésítette pályázaton kívül természetesen, hiszen zsűritagként nem vehetett részt a pályázatban. Hogy ezt ő miért tette, erre is többféle feltételezés van. Lehet, hogy egész egyszerűen őt, mint zeneszerzőt kihívásként érintette ez a dolog, hogy ő is megzenésítse a verset. De van egy olyan felfogás is, vagy legenda, hogy Bartai volt az, aki egy kicsit piszkálta szeretett karmesterét, hogy
csináljon már ő is egy változatot, legalább legyen egy olyan, ami tényleg elfogadható, és tényleg megállja a helyét. Ennyire nem voltak elégedettek a pályamunkákkal. És aztán, amint mondtam, Vörös Marti is azt mondta, hogy neki is az Erkel-féle változat tetszik legjobban. És elérkezünk ahhoz a dátumhoz, amit említettél, 1843. május 10-e, amikor a Nemzeti Színházban a zenekar eljátsza a közönségnek. Mert egy kicsit úgy ment ez a pályázat, mint a mai tehetségkutatók, hogy az utolsó döntést a közönség hozza meg. Itt is erről volt szó, és ezért kellett bemutatni ezeket a pályamunkákat, viszont ezeket meg kellett hangszerelni a zenekar számára, és erre aztán végképp alkalmatlan volt a három zeneszerző, de hát ott volt nekik Erkel Ferenc, aki szépen megfogta ezeket a dallamokat, és átültette zenekarra, úgyhogy végül is így került hozzá még Egressy darabja is, hogy a zenekari hangszerelést ő neki kellett elvégezni, vagy ő vállalta, hogy ezt megcsinálja, hogy bemutathassák. És aztán a művek bemutatóján, amikor az Egressy darab felcsendült, írják a Regélő Pesti Divatlap korabeli beszámolójában, s alig énekeltek el négy sort, a közönség zajos tapsra tört ki újra meg újra. Tehát a közönségnek mégiscsak tetszett, noha, mivel jeligések voltak a pályázatok, nem tudták, hogy kinek tapsolnak annyira, de hát aztán végül is kiderült, hogy Egressynek. És aztán a Jelenkor magazin írta meg május 14-én, tehát a koncert után négy nappal, egyéb iránt halljuk, hogy Erkel karmester is írta szózatra zenét, mellyel azonban nem versenyzett. És egyszer mint tudjuk, hogy ezen a Vörös Martinak legjobban tetszett. Igen, kívánatos tehát, hogy Erkel szerzeményét is minél előbb hallhassuk Nemzeti Színházunkban. Úgyhogy azt is mondhatjuk talán, nem szép ilyet mondani, de végül is ebből a pályázatból is Erkel jött ki a legjobban, hiszen őt ismerték el a kortársak leginkább, mint a szózat megzenésítőjét, de azért tegyük hozzá azt is, hogy ez egyáltalán nem zavarta meg az Erkel és Egressy közötti munkakapcsolatot, hiszen szerző, zeneszerző és librettista, vagyis szövegíró még ezután dolgozott a Bánkbánon, úgyhogy ha bármi ellentét lett volna ezekkel a pályázatokkal kettejük között, akkor valószínűleg a Bánkbán nem így vagy nem születik meg, de hát azért erről nincsen szó, ők még vígan dolgoztak, és a csodálatos Bánkbán született az egész munkából. Olyan izgalmas, hogy hallgatlak és hallgatom a megzenésítés történetét. Szerintem nem mehetünk el amellett, hogy mind Vörös Marti Mihály verse, mind Erkel és Egressy megzenésítési motivációi kapcsán, hogy említsük meg azt, hogy a kor politikai nagyjai mennyire nagyra becsülték a költőt. Ugye említettem már azt az évszámot, ugye 1830, amikor mind Kölcsey, mind Vörös Marti Mihály a Magyar Tudományos Akadémia tagja lesz. Ugye 33-ban, három évvel később a Vérnász című drámával megnyeri a 100 aranyas díjat, és csak egy év telik el Kisfaludy Sándorral, a következő évben, 34-ben pedig a 200 aranyat érő nagy díjat is megnyeri Vörös Marti Mihály. Hogyha versen gondolkozunk, vagy azt nézzük, hogy mi volt az elődje, vagy mi volt rá nagy hatása, így a Tudományos Akadémiánál nagyon fontos említenünk Széchenyit. Széchenyi Stádium című műve az, ami mindenképpen, ha nem is így elődjének, de egy fontos forrásnak tekinthető. Egyébként ők nagyon jóba voltak, és nagyon fontos barátság is kialakult köztük. Természetesen az akadémián is együtt dolgoztak és találkoztak, aminek ugye Széchenyi az alelnöke volt, Vörös Marti pedig a tagja, de nem csak mint költő, hanem mint nyelvész is. És lehet tudni, hogy összejártak, Széchenyi többször meghívta az otthonába mondjuk egy vacsorára a Vörös Marti Mihályt, és ott, ugye már említettük a versnek az útját, például a gyerekeinek meg kellett tanulni a verset, és ez mondjuk egy vacsora alkalmával is elhangzott, elszavalták ezt a verset, tehát teljesen benne volt az akkori közvélekedésben, és nem csak Széchenyi családjába szavalták mondjuk el egy otthoni ünnepségen ezt a verset, hanem tényleg mondjuk azt, hogy futótűzként terjedt, ismerni kellett, szégyen volt, hogyha valaki nem tudta idézni, vagy nem ismerte Vörös Martinak a szózatát.
És itt a 30-as évek végén voltunk, hogyha pár évet megint megyünk előre az ő költészeti útján, akkor a 40-es évek már egészen máshová érkezik. Ez Vörös Marti hazafias költészetének a csúcsa. De ekkor már más időszak is van, ugye 40 tavaszán Kossuth kiszabadul. Ezt már úgy mondják, hogy ez egy ilyen lelkesebb politikai atmoszféra, egy felszabadulás időszak, egy bizakodó, reménnyel teli időszak a magyar irodalom történetében és Vörös Marti munkásságában is. És hogyha megnézzük, hogy melyik az a vers, ami a szózat után a következő fontos, hazafias verse Vörös Marti Mihálynak, akkor nagyon érdekes, hogy ez egy zeneszerzőhöz szól. Őt is szólítja meg már a címébe is, ez az 1841-ben keletkezett vers. Liszt ugye megszólítottja, és ebből idézek egy picit, ugye itt az Európer embertípus magyar ideája volt Liszt Ferenc, aki számára nagyon fontos volt, úgy van ez az idézet, és a felébredt tiszta szenvedélyen, nagy fiakban tettek érjenek, és a gyenge és erős serényen tenni-tűrni egyesüljenek. Nekem nagyon tetszik ez az átkötés és a Liszt Ferenchez való kapcsolódás. Hát, hogyha Liszt Ferencről beszélünk, akkor azért Egressy is benne van ám a képben elég alaposan, bár néhány évvel később, 1846-ban, amikor Pestre látogatott Liszt Ferenc, és amikor a hajója kikötött, ugye a hajóval érkezett, akkor felváltva szórakoztatták az egybegyülteket, és köszöntötték tisztelettel Liszt Ferencet, Rózsavölgyi Márk és Egressy Béni meg a zenekaruk. És Egressy Béni akkor írt egy üdvözlő muzsikát, Fogadj Isten címmel, aminek Liszt nagyon-nagyon örült, és ennek legfőbb bizonyítéka, hogy a Magyar Rapszódiák sorozatban, ugye ebből 19 készült, és a 10. Magyar Rapszódiában felhasználta ezt a dallamot. Erre épült, vagy épül a rapszódia, és természetesen Egressynek is ajánlotta. Úgyhogy itt a magyarázat megint, amivel egyébként van egy nagyon aranyos párhuzam a mi korunkból is, ugye azt, hogy senkinek nem kell bemutatni Dargai Attila Ludas Matyi című rajzfilmjét, amelynek a zenéje Liszt Ferenc magyar rapszódiái alapján készült. És amikor néhány évvel ezelőtt, hát sajnos már nincs köztünk, de amikor még itt volt velünk Daróczi Bárdos Tamás, aki a zenét összeállította és hangszerelte, ő mesélte és ő fogalmazott így, hogy füttyös komponistaként használta Lisztet. Ez annyit jelent, hogy a magyar rapszódiákból nem a teljes művet vette át és dolgozta fel egy picit, vagy nagyon, hanem csak a dallamokat. És a dallamokat ültette át olyan köntösbe, amit a rajzfilm igényelt. Az effekteknek, a történéseknek, a poénoknak, a szövegeknek megfelelően. És valami ilyesmi történhetett akkor is, amikor Liszt Ferenc meghallgatta Egressy Fogadj Isten című melódiáját. Egressy volt a füttyös komponista, mert a dallamot használta fel Liszt Ferenc és ültette be a 10. Magyar Rapszódiába. És egy olyan megfogalmazást is olvastam Bónis Ferenc tanár úr egy írásából, aranyvázába tette a neki átnyújtott mezei virágot Liszt Ferenc. Tehát mezei virág az a melódia, amit megírt Egressy, és a 10. Magyar Rapszódia hangszerelése, köntöse, az pedig az aranyváza Liszt Ferenc részéről. Olyan jó, hogy most egy versből, egy megidézett szerző által ismét Egressynél tartottunk, és Liszt Ferencről, és akkor most megint visszamegyek a vershez, mert valahogy ugye így látjuk az utat irodalomtól zenén keresztül, de hogy egy versnek is mi lehet az előzménye, vagy mi lehet az útja. De több verset kiírtam még, amit szoktak említeni a szózat előzményeként, vagy forrásaként, vagy olyan versként, ami hatással volt Vörös Marti Mihályra. Ugye ilyen Berzsenyi a magyarokhoz írt első ódája, ilyen Kölcsei Zrínyi dala, és természetesen a Zrínyinek a második éneke is. És valóban sok mindent ki lehet mutatni, akár a formavilágban, akár a témában, akár a magyar történelemre való reagálásban, a nehézségek megértésében, de én mégis azt gondolom, hogyha összefoglalóan egyet kell mondani, vagy egy olyan művet, vagy egy szerzőt, aki nagyon fontos volt Vörös Marti Mihálynak, akkor mégiscsak a kortársát, Széchenyit mondanám, és majd talán a végén elmondom, hogy miért gondolom én, hogy Vörös Marti volt a költő Széchenyi, mert valahogy én így szoktam magamban megfogalmazni. Érdekes, hogy a világosi fegyver letétel után Vörös Martinak mondták, hogy ugye beteljesült a jóslata a nagyszerű halálról. És Gyulai Pál azt mondja, hogy erre Vörös Marti mindig úgy reagált, hogy a jóslat még nem teljesült, ez még nem a halál, nem ilyen halált értett
a versében, és az is nagyon izgalmas, hogy van ez a bizonyos 11-12-es strófa, ez az idézet, amiről most beszélek, és a gyermekei enélkül tanulták meg a verset, enélkül a nemzethalált érintő két verszak nélkül tanulták meg a verset, és az MTA kézirattárába kicsit kutattam, és az is őriz egy olyan Vörös Marti kötetet, amelyben a költő saját kezűleg húzta ki ezt a két nemzethalált érintő verszakot, és a tulajdonos, a könyv tulajdonos egy feljegyzést is írt bele, azt írta, hogy ha csak sejthettem volna, hogy ilyen idők szakadhatnak ránk, meg nem írtam volna ezen verszorokat. Úgy kezdted ezt a gondolatmenetet, hogy a beszélgetés során többször, vagy majd, hogy nem végig egymás mellé helyeztük a szózatot és a himnuszt, hát ezt megtették a zenében is, és nem is sokkal később. Még a kortársak között a már sokat emlegetett Liszt Ferenc volt az első, aki 1870-ben írt egy zongoradarabot, amiből aztán zenekari mű is lett, Szózat és Magyar Himnusz címmel, és itt valóban azt a két dallamot, azt a két művet használja föl, amelyet Egressy és Erkel megírt, csak éppen olyan lisztesen a saját zenei kommentárját még mellé teszi, egy csodálatos alkotás születik ezzel a összekombinált és kiegészített két darabbal. És aztán valamivel később, sőt, hát jóval később, ugye ott van Kodály Zoltán, aki megírja a Zrínyi Szózata című kórusművét, és itt pontosan dallamra vagy hangra tisztán, hűen idézi Egressy munkáját és a verssort, a nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, ez ugye szerepel a Kodály darabban, és hát ez hozza azt, hogy végül is Egressy dallama és Egressy műve, még akkor is, hogyha nem ő hangszerelte, ugye örökéletű és örökéletű lesz még utánunk is, ellentétben a szerzővel, akinek viszont nem adatott túlságosan hosszú élet. Ugye ő a szabadságharcban aktív szerepet vállalt, el sem tudom képzelni, hogy otthon ült volna és malmozik, miközben a többiek harcolnak, és nem véletlenül kezdtük a filmet, ugye a Klapka indulóval, ő Klapka seregében szolgált, a Komáromi Várnál is ott volt, és tehát természetesen a harcok leverése után őt ugyanúgy üldözték, mint mindenkit, akiről tudták, hogy aktívan részt vállalt a szabadságharcban. A bujdosásból végül is Klapka György segítségével menekült meg, és az ő mennevelével Ónodon talált menedékre, és ott írta meg Katona József drámája alapján a Bánkbán szövegkönyvét, és amikor ezt eljuttatta Erkelnek, akkor hát, hogy Erkel tudta-e már, hogy nem találkoznak, vagy nem igen találkoznak többet, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy azt a bemutatót, ami 1861. március 9-én volt, azt már bőven nem érhette meg szegény Egressy Béni, hiszen ő 1851. június 17-én hunyt el. Úgyhogy azt, hogy sikerre vitték végül a Bánkbánt, ezt ő már nem tudhatta. Egressy ugye, ahogy említetted, 1851-ben hal meg, Vörös Marti pedig 1855-ben, és állítólag emberemlékezet óta nem volt akkora temetés, mint Vörös Marti Mihálynak a temetése. Vörös Martinak özvegye és három gyermeke, Béla, Ilona és Erzsébet maradt utána. És hogyha még az élete utolsó szakaszát végignézzük, mert valamiféle párhuzamat azért vélek felfedezni, az utolsó befejezett verse az 1854-ben megért, és az imént említett Vén cigány című vers volt, ami valóban azt gondolom, hogy az egyik ilyen összefoglaló és arszpoetika-szerű műve Vörös Marti Mihálynak, és egy évvel a halála előtt írta. Egressyhez hasonlóan, ugye ő is túl volt már ekkora bujdosáson, állt már haditörvényszék előtt, elítélték, szabadlábra engedték, visszaköltözött Kápolnásnyékre, és ugye ott telepedett le a családjával, ott gazdálkodott, ott élt. És én azt gondolom, hogy az ő érzelemvilágát, a közösségére, a nemzetért való felelősségét, ahogy említettem, a 30-as évektől kezdve ismerjük az ő munkásságában, az ő tevékenységében, mind a Magyar Tudományos Akadémián, mind a Szózatban, mind a későbbi hazafias verseiben. Tehát ő kitette a lelkét és az ő aggodalmát, mint költő, mint szónok, az aggodalmát a népért, és azokat a gondolatokat megfogalmazta, amivel egyébként mi most akár a 21. században is tovább tudunk menni, előre tudunk menni az életünkbe, és forrásként tekinthetünk rá. A reményvesztettségből a jövőbeli hitre való figyelem az, ami számomra Vörös Marti életművéből is, akár a Vén cigányból, akár a Szózatból, ez a reményt adás, ez a reményt keltés, ez az előre tekintés is, ha bár számot vetünk a múltunkkal, ez az a gondolat, ami számomra nagyon-nagyon fontos.
És talán a mai világban, amikor ugyanúgy nehézségekkel nézünk szemben, és a mindennapjainkat, az egyéni ember életét is számos nehézség befolyásolja, akkor azok a költemények, mint például a Szózat, ez a nagy nemzeti versünk, amiben a jelen szembenézése mellett egyfajta jövőbeli, reménybeli hit is ott van. Ez nagyon fontos lehet számunkra, ezt a verset olvasni, ennek a versnek az üzenetét elérni, és ezáltal az a híd, amiről már a Himnusz filmben is beszéltünk, hogy hogyan ér el egy mai fiatalt, vagy hogyan ér el hozzánk egy-egy akár 100-200 évvel ezelőtt megszületett és megírt versnek az üzenete, ez itt van, ezt megtalálhatjuk, ezt megfoghatjuk, és hatása lehet a mi életünkre is. Bennünk is reményt tud táplálni a jövőre nézve Vörösmarty Szóza című versen.